20 évet töltött el a Sotel 2. számú sebészeti klinikáján sebész érsebészként, majd fél évet az orvosszakértői bizottságban, illetve egy évig orvoslátogató volt a Richternél. Nagyon szerette a szakmáját, és el sem tudta képzelni, hogy ne onnan menjen nyugdíjba, de aztán úgy hozta a sors, hogy találkozott a Foreverrel egy tájékoztató alkalmával, így lehetősége volt kipróbálni és megtapasztalni a termékeket, illetve a termékek hatását, ami szkeptikusság ellenére meggyőzte, így a Forevernél tette le a voksát, ahol anyagilag és erkölcsileg is elismerve, megbecsülve van. 1997 óta van a Forevernél, és ez idő alatt minden kihívást, illetve minden ösztönző programot teljesítettek. A színpadon fogadjuk nagy-nagy szeretettel szívünk védelmezőjét, dr. Samu Teréziát! Szép jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Én kaptam azt a megtiszteltetést, hogy talán a legfontosabb szervünkről, a szívünkről beszéljek, hiszen ha a szívünk nem működik, akkor vége az életnek. Tehát egy kicsit jobban oda kéne ráfigyelnünk. Nézzük meg, hogy hogyan és mit tudunk tenni érte. Hát egy lehangoló dologgal kezdeném, egy magyarországi haláloki statisztika, ebből világosan látszik, hogy minden második ember szív- és keringési betegségben hal meg. És ha most ön azt gondolja, hogy én a szomszédjáról beszélek, gondoljon a családjába, abba belefér minden második már, igaz? Tehát érdemes odafigyelnünk. Hogy a szív betegségeit most csak azt szerint csoportosítottam, nem vettem figyelembe a fejlődési rendellenességet és egyéb billentyű dolgokat, hanem ahol ténylegesen tudunk tenni. Elsősorban is a legjelentősebb az éreredetű, ami a koszorú elváltozást, illetve a végállomás, ugye a szívinfarktus. Aztán a ritmuszavarok, amelyek lehetnek pitvariak, kamraiak. A kamrai mindig a súlyosabb, és az a helyzet, hogy egyre fiatalabb korban és egyre súlyosabban jelentkeznek ezek is. A harmadik csoport pedig az úgynevezett kardiomiopátiák, amikor a szívizom betegségéről beszélünk, ez lehet fertőzéses eredetű, a keringés, tehát az infarktus utáni állapot is komolyan érinti a szívizomzatot, és úgynevezett mérgezés, ilyen például az alkoholos, vagy egyéb drogok, a kábítószerek, tehát sajnos az utóbbi időben már egyre többször cikkeznek is arról, hogy többek között a kemoterápia is okoz ilyen komoly elváltozást a szívizomban. És hát itt van az úgynevezett idiopátiás, ami azért idiopátiás, mert olyan idióták vagyunk, hogy fogalmunk sincs róla, hogy mitől van. Ezek az ismeretlen eredetű szívizom betegségek. Az első és a legfontosabb, a legnagyobb rész ugye az érszükület. Itt a bal oldalról indulva láthatják, hogy milyen a szép, tiszta, egészséges ér, amin jó sok vér tud átmenni, aztán kezd lerakodni a koleszterin, aztán még több, esetleg még kálcium is bele, végül a teljes elzáródás. Nyilvánvaló, hogyha az ér szűkül, a szűkületen egyre kevesebb vér tud átmenni, és a kevesebb vér megy át, kevesebb vér jut a szerveknek, csökken a szervek működése. Ha ez lassan, fokozatosan alakul ki, ez a krónikus, akkor azt látjuk, hogy csökkent működés, de sajnos előbb-utóbb itt is a szövetek vérellátási zavar miatti elhalása jelentkezik. Ha hirtelen következik be, akkor egyértelmű azonnali szövetelhalást eredményez, hát ilyen a hirtelen bekövetkező infarktus is. Vannak olyan tényezők, amikről tudunk tenni, van, amiről nem, hát az életkorunkról nem, a nemünk is bizonyos értelemben adott. Genetikának ne azt vegyék, hogy a családban halmozottan előfordult infarktus, mert a sokkal inkább nem a genetika, mint a hasonló életmód következménye. De vannak valóban genetikai okok. Ezekkel nem tudunk tenni, de a másik, a sokkal jelentősebb, amiért tudunk tenni, amiben tevőlegesen ott lehetünk, az pedig az, ami úgy kezdődik, hogy túlsúly, elhízás. Kérem szépen, 14-5 évvel ezelőtt a Nemzetközi Szívgyógyász Kongresszuson már kimondták, hogy az első számú kockázati tényezője a szívbetegségnek a túlsúly. És ez mint egy külön betegség szerepel. Ebben pedig tudunk tenni. A túlzott szénhidrátbevitel, ami egyre jobban az elhízáshoz vezet, kettes cukorbetegség, magas vérnyomás, ezek mind-mind plusz terhelik a szívet, ezt hívják metabolikus tünetegyüttesnek, és aztán ezek egyre rosszabbá válnak. A dohányzás megint egy olyan dolog, ami nagyon rossz rontja az erekállapotát, el kell hagyni. A magas homocisztein szint csak néhány, ilyen másfél-két évtizede kezdtek vele foglalkozni,
foglalkozni. Ez mindannyiunkban van homocisztein, tehát ezt nem úgy vesszük. Egy metionin nevű aminosav lebomlásának következménye. Normál módon vagy cisztin formájában kiürül a vizelettel, vagy visszaalakul metioninná. Ha ez nem történik meg, akkor megnő a szintje, és kérem, sokkal jobban károsítja az érfalat, mint az a koleszterin, amit annak idején úgy mondtak, hogy na ez a legvétkesebb bűnök. A legfontosabb a mozgásszegény életmód, mert ugye ha eleget mozgunk, mondta már Bakanek doktor, a mozgás nem fogyaszt, de a mozgás hiánya hízlal, tehát ezt oda kell venni. A fogamzásgátlók, a fokozott vérsűrűség szintén kockázati tényezőként szerepelnek. Na most nézzük a táplálkozási kockázatokat. Az első és a legfontosabb a gyorsan felszívódó szénhidrátok. A gabonafélék, a cukor, a csokika, a burgonya, rizs, kukorica, ezeket felejtsük el. Úgy, ahogy vannak. Azonnal megemelik a vércukorszintet, jön hozzá az inzulinválasz a szervezet részéről, megemelkedik az inzulinszint, attól leszünk aztán megint éhesek, majd megint eszünk valamilyen kis sütibitikéket, és ez mennél többször ismétlődik, egyre magasabb az inzulinszint, csak a sejtek nem tudnak reagálni, és sajnos a szénhidrátból zsír lesz. Itt az elhízás és a metabolikus szindróma. Már Révész doktornő is említette, hogy a tej mennyire káros. A tej fokozza az inzulinrezisztenciát, emeli az inzulinszintet, és ez egyértelmű, hogy rontja a további helyzetet, hiszen kettes cukorbetegség sokkal hamarabb kialakul, ha meg kialakult, azt is rontja. Ráadásul a tejben van úgynevezett C-reaktív fehérje, ami egyértelmű gyulladásos faktor, és bármilyen érintettségnél vagy szívizomérintettségnél plusz gyulladásos faktorok csak tovább rontják. Táplálkozási kockázat. Kérem szépen, az egyik legnagyobb, amit egy olyan 50-60 évvel ezelőtt ránk szabadítottak, amikor megszületett a koleszterin elmélet. Kérem, gyengébb idézetűek hagyják el a helységet, dogma döntögetés következik, jó? A koleszterin teória megbukott, jó? Konkrétan megbukott. Viszont mielőtt ez megtörtént, azt mondták, hogy a zsírok borzasztó rosszak, az állati zsírok, főzzünk olajjal. A népesség döntő része napraforgó olajjal főzött. Az olajokban általában az omega-3-on kívül van omega-6 is, sőt, a napraforgó olajban abszolút nincs omega-3, de ellenben tele van omega-6-tal. Ha ezeket a többszörösen telítetlen zsírokat hevítjük, annak az a következménye, hogy transzsírok keletkeznek, komoly gyulladáskeltő anyagok, és ugyan a transzsír tartalmú ételek ellen már van törvény. De valaha valaki elmondta önöknek, drága hölgyeim, amikor otthon olajjal, szeretettel megfőzik a szeretteiknek az ebédet, önök a saját konyhájukban állítanak elő transzsírt? Mondták már? Pedig így van. Aztán margarinok voltak az első igazi transzsírok, ugye hidrogénezéssel egy műanyagot sikerült előállítani. A jó minőségű olajok, mint például olívaolaj, szezámolaj és a többi, hidegen sajtolva, hidegen salátákra tökéletesek. Hogy mennyire igaz, ez a Framingham vizsgálat, ez egy nagyon híres, neves vizsgálat volt, ami azzal záródott, hogy kimondta, hogy 50 év fölött a magas koleszterin szint védőhatású. Tetszenek érteni? Aki 50 év fölött koleszterin szint csökkentőt, gondolkodjon el. Azt viszont tudjuk, hogy a koleszterin szint csökkentők a cukorbetegség kialakulását, a cukor eredetű és az egyéb érszükület előre menetelét felgyorsítja, úgyhogy továbbra is nyugodtan lehet szedni. Ugyancsak nem a koleszterin szint, hanem az úgynevezett CRP, ez a fekete rublikák, ez a C-reaktív fehérje, ami egy gyulladásos faktor, sokkal jobban jelzi előre az infarktust, mint a koleszterin szint. És ez nagyon érdekes, a csökkent zsírtartalmú diéta a felső ábra, ami a koleszterin szint csökkentést mutatja, és a legalsó pedig a nagyon alacsony szénhidrát tartalmú diéta. Pont ellenkezője annak, amit eddig mondtak. Na hát akkor inkább a gyógynövények felül közelítsük. Milyen gyógynövényeket ajánlok én önöknek? Először is az aloe verát, ami méregtelén táplál, harmóniába hozza a szervezetet, hogy gyulladást csökkentő előttem már régen elmondták, szabályozza a kisiklott anyagcsere folyamatokat, tehát mindenben csak támogat bennünket. Aztán az eszenciális zsírsavak fontosságáról már beszélt Révész doktornő, én most a keringési oldalról. Csökkenti a vérrögképződést, tágítja az ereket, csökkenti a magas vérnyomást, növeli a vörösvértestek alakváltoztató képességét, természetes koleszterin szintcsökkentő, illetve a védő koleszterint meg emeli. Ha már akarunk koleszterin szintcsökkenteni, akkor inkább ezzel. Aztán nagyon jelentős még az is, hogy védi a szívizmot a rossz vérellátás következményeitől, tehát egy plusz nem csak javítja a vérellátást, hanem még ebben is
segít, a szemereit is védi, tehát az időskori gyakori vakság a szemerek érintettségét késlelteti, és csökkenti a ritmuszavart. Amit eddig elmondtam, ez az omega 3. Az omega 6 mindenben az ellenkezője. Az olajjal való főzéssel, ennek is van egy ilyen ideális aránya, mind a kettőre szükségünk van, csak ugye ideális lenne az 1 omega 3, 1 omega 6, na mondjuk az 1 omega 3, 3 omega 6 még elmegy, de ma a civilizált országokban 1 omega 3-ra 25-40 omega 6 jut. Ami viszont nem csökkenti, hanem növeli a ritmuszavart. És hogy bizonyítsam, ezt a defibrillátort annak idején, mikor én kezdő sebész voltam, használtuk az intenzív osztályon, a rohammentőkben, és ha valahol nagyon nagy ambulanciák voltak, ott megtalálható volt. Most meg sétálok a West End Citybe, és mit látok? Utcai defibrillátor. Mit gondolnak, miért? Van indoka, mert hogy az infarktus diagnózissal hirtelen elhunyt egyének boncolásánál kiderült, hogy 60%-ban több, mint a felének nem volt vérrög a koszorú erében, ezt jelenti az infarktust, akkor mibe halt meg? Hát kamra lebegésbe. Mert ha a kamra izomzat így lebeg, nem tud vért pumpálni. Ha nem tud vért pumpálni, leáll a keringés. Mi történik? Meghalt az ember. Ezt valóban defibrillátorral, egy elektromos sokkal ki lehet ütni, de vajon mit kéne? Nem azt kéne inkább, hogy a kiváltó okokat megszüntessük? Nem ez az egészség megőrzés? Felejtsük el az olajjal való főzést. Az omega-3 zsírsavaknak nagyon fontos szerepe van a cukorbetegségben, csökkentik az inzulin rezisztenciát, javítják a cukortűrőképességet, de csak az állati eredetű. Vegetáriánosoknak nagyon rossz hír, hogy a növényi eredetű omega 3 még inkább emeli a vércukorszintet. És mivel szennyezettek a vizek, sokkal célszerűbb, ha nem túl sok halat eszünk, esetleg nehéz fémszennyezéssel, hanem jó minőségű, ultratisztított halolajat, kalamáriolajjal, tintahalolajjal, és ez egy ideális EPA-DHA arányt fog előidézni, és ha ezen kívül még jó, könnyen lenyelhető és halszaga sincs, akkor megérkeztünk az Arctic-szíhez. Másik nagyon fontos gyógynövény a ginkgo biloba, amit ugye az agytáplálékaként ismernek, de rendkívül fontos keringésjavító hatásai vannak. Az úgynevezett terpenoidok, amik a keringésjavító hatásért felelősek, a flavonoidok pedig az antioxidáns hatásért. És mivel nagyon sok olyan káros szabadgyök hatás ér bennünket, ami ellen az antioxidánsok védenek, ez a kettő együtt nagyon jól egyensúlyban van. Most csak a ginkgo keringési hatásairól fogok beszélni, nem más. Legfontosabb, hogy a hajszálerek szintjén hat, ott javítja az érgörcsöt, oldja, ezáltal valóban a hajszálérkeringést fogja megerősíteni. Csökkenti az oxigén hiány okozta elváltozásokat, tehát az oxigén hiány tűrőképességét növeli, a ritmus zavarok ellen hat. Vizenyő kialakulásának gátlása is egy fontos szerepe, vérnyomás szabályozó, és az egyetlen olyan valódi dolog, amit tudományos vizsgálatokkal igazoltak, hogy megelőzi a cukorbetegség késői szövődményeit, érszövődményeit, illetve késlelteti azoknak a kialakulását. A rejsi gomba hasonlóan triterpénekből áll, tehát nagyon jó keringésjavító hatása van, vérnyomasszabályozás, vérröggátlás, és a benne lévő szerves germánium szintén javítja az oxigén hiány tűrését, tehát ez is egy plusz. Ráadásul a szénhidrát anyagcsere befolyásolásán kívül még adaptogén gyógynövény, hasonlóképpen, mint a sizandra. Az adaptogén gyógynövények nem speciális hatással rendelkeznek, hanem a szervezet egészét hozzák jobb állapotba, bármeddig adagolhatók, nem toxikusak, tehát nem mérgezőek. Azon kívül a sizandráról is el kell mondani, hogy egy komoly antioxidáns javítja az oxigén hasznosulást, tehát ha kevés jut, akkor a sokkal jobban tudja a szervezet felhasználni, csökkenti a vércukorszintet, növeli a stressztűrő képességet, tehát erre is igen nagy szükségünk van. És hát egyébként, hogy májvédő hatású is, mert a sok minden egyéb dolog, amit eszünk meg, gyógyszerek, azok mind tönkreteszik a májunkat is. A fokhagymáról régóta ismert a keringésjavító hatása, hogyha ezt még egy kis stresszoldó hatású kakukkfűvel fűszerezzük, és még illatanyaga sincs, akkor kiválóan lehet használni a jövőben is. A testsúly csökkentés alaptétel. Az ahhoz nagyon lényeges, hogy
kitakarítsuk a szervezetünket, minőségi tápanyagokat vigyünk be, természetes gyógynövény alapanyagul csökkentsük az étvágyat, mint a garciniával, és a zsíranyagcserét pozitívan befolyásoljuk, megfelelő folyadékbevitel és mozgás. Kérem, folyadék és mozgás nélkül nincs fogyás. És ha rászokunk a mozgásra, akkor nagyon jó, mert ez életformává fog válni. Vitaminokra is szüksége van a keringésünknek, hát elsősorban a C-vitamin, ami ugye antioxidáns, idegrendszer kötőszövet működéséhez elengedhetetlenül szükséges, védi a hajszál erejénket, gyulladásgátló hatású, és különösen cukorbetegeknek, meg dohányosoknak jelentős a keringés szabályozó hatása. Az E-vitamin szintén antioxidáns, és gátolja a sejtek túlszaporodását, tehát ezáltal az érfalban a szűkület kialakulását, a vérrög képződést is csökkenti, és gyakorlatilag a sejthártya rugalmasságának a fenntartása is fontos szerepet játszik, természetes koleszterin szint csökkentő is, ha már akarunk. B-vitaminok közül hármat emelnék ki, a B6, B9, B12, ugyan a B6 az érfalnak is alkotó része magnézium beépüléshez kell, egyértelmű vizsgálatok igazolták, hogy alacsony B6 vitamin szint dupla infarktus kockázatot jelent. A B9-ről tudjuk, hogy a vörös vérsejtképhez bizonyos fejlődés rendellenességek megelőzéséhez is kell, a B12 központi idegrendszer működéséhez, DNS, RNS szintézishez. Viszont ha a hármat együtt vesszük, akkor ez az a három elemi vitamin, ami a magas homocisztein szintet normálisra szabályozza. Tehát nem kell kitalálni új gyógyszereket, csak ezt a három vitamint megfelelő módon bevinni, és a homocisztein károsítja az érfalat sokkal jobban, mint a koleszterin, de ha a homocisztein károsította, akkor a koleszterin már le tud csapódni. Ki tud csapódni, és elindul az érszűkület. Úgyhogy inkább ezzel kéne foglalkoznunk. Az L-arginin szintén egy aminósabb, ami normálisan elő tudja a szervezet állítani, de fokozott stressz, fizikai hatás, vagy akár betegség, égés. Tehát vannak olyan szituációk, amikor kívülről kell bevinni. Na most azt is, mert az utóbbi évtizedek vizsgálatai igazolták, hogy az argininből a szervezetben egy gáz keletkezik, nitrogénmonoxid, és ennek nagyon komoly hatásai vannak a szervezetben. Viszont ez azt jelenti, hogy a nitrogénmonoxid így táplálkozással befolyásolható, hogy mennyi jut a szervezetünkbe, tehát kívülről bevihetővé válik. A legfontosabb hatása, hogy ellazítja az érfalat, a sima izomzatát, azáltal, hogy az érfal ellazul, nagyobb lesz az átmérő, több vér megy át, javul a keringés. Ha valaminek javul a keringése, akkor javul a szervnek a teljesítménye. Azon kívül támogatja a szívpumpa funkcióját, tehát ez a legfontosabb, ugye, hogy tudja nyomogatni kifelé a vért, hogy a keringésünket fenntartsa, és gátolja a sima izomsejtek túlzott elszaporodását, ami főként a műtétek, transzplantáció és érműtétek után jelentős, hogy ne szűküljön be az ott létrehozott összeköttetés. Az L-arginin mindenkinek javasolt, akinek szív-érrendszeri betegsége van, meg nem azt akarja, hogy ne legyen akkor is. A magas vérnyomásban, nagyon idős korban is az erekciózavaroknak az egyetlen természetes gyógymódja. És nagyon lényeges, hogy az úgynevezett terhességi toxémia, ami magas vérnyomással jár, az L-arginin egy olyan anyag, ami nyugodtan adható, nem károsítja se a mamát, se a babát. És mivel ezekben a betegségekben magas a szabad gyökszint, fontos mellé tenni antioxidánst, ez vörösbogyós gyümölcsökből a legideálisabb, ráadásul még finom is, szőlő, megy, gránátalma, vörösbor, bodza, málna, szeder, fekete ribizli és áfonya, kiváló antioxidánsok, érszűkület, kóros vérrög képződését gátolja, hajszálerek védelme, tehát kollagén, elasztin arány, hogy rugalmasak maradjanak az erek, ebben mind-mind segít. És ez mind benne van az RG Plus-ban. Ez a kedves úriember, dr. Ferid Murát professzor, aki azért kapott, megosztotta a Nobel-díjat, mert vizsgálataival igazolta, hogy az argininból nitrogénmonoxid és a nitrogénmonoxid milyen hatásokat fejt ki a szervezetben. 2011-ben meglátogatta, megtisztelte a Forever világtalálkozóját Washington DC-be, ott készült ez a felvétel, és elmondta, hogy szerinte ma a világon a legjobb arginin készítmény az RG Plus, ő is az egész családja ezt használja. És hogy ezt nem csak valahonnan az internetről szedtem,
nekem is sikerült egy fotót készítenem vele. Koenzim Q10-ről kell még említést tennem, természetesen van bennünk. Az életkor előhaladtával ez is csökken. És mivel a legfontosabb funkciója az, hogy a sejtek energiatermelő folyamatait szabályozza, és minek kell a legtöbb energia a szervezetünkben? Hát a szívünknek. A Koenzim Q10-et ma már a különböző szívizom elváltozásokban gyógyszerként is használják. Ha mi ezt főként 35 év után, amikor már csökken a mennyisége, rendszeresen eszük, akkor már megelőzésként is nyugodtan fogyaszthatjuk. Védi az érfalat, vérnyomás szabályozó. És ha emellé még egyéb növényi kivonatokat is teszünk, amelyek például a szőlőmag kivonat, antioxidáns, magas polifenol tartalom, kollagén elasztin stabilizálásában játszik szerepet, vagy pedig E-vitaminban gazdag olívalevél, vagy a lecitin, amely természetes módon a koleszterint oldatban tartja, tehát gátolja a kicsapódását, és vérnyomás csökkentő is. Vagy például a kurkuma, ami ismert, nagyon komoly gyulladás csökkentő és keringés támogató hatással rendelkezik, vagy például a tömjénfa, ami szintén koleszterin szintcsökkentés, gyulladás csökkentő hatású, ezek együtt nagyon sokat segítenek. De muszáj beszélnünk a stresszről, mert ez minden nap mindannyiunkat ér, a gyerekeket is. Muszáj a stresszt kezelni. Aki tud meditálni, nagyon jó, de egyszerűen a séta a szabadban, programok, vagy egy szaunázás, vagy netalántan egy jó aromaszpászettel otthon a fürdőkádba is lehet lazulni. Feltétlenül fontosak a stresszoldók, természetes módon az aloe vera, a mépempő, a kakukkfű, a lícium, a sizandra, vagy a golgota virág, hogyha ezeket esszük, sokkal jobban fogjuk a stresszt is viselni. És a mozgás elengedhetetlen, ugyanolyan lételem, mint a táplálkozás. Lehetőleg szabadban, de ha arra nincs mód, akkor teremben. Kezdjük el, mert ha csináljuk, lételemünké válik, csökkenti a vércukorszintet, endorfin termel, tehát jobb lesz a közérzetünk, jól fogjuk érezni magunkat. Az egészség megőrzéshez néhány tanács önöknek. Iktassa ki a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, kerülje a tejet és tejtermékeket, mert nem jó igazán. Megfelelő olajat, hidegen sajtolt, minőségi olajat hidegen salátákra méregtelenítsen rendszeresen, legalább úgy negyed évente. Erre ideális az aloe vera, rögtön pótolja a jó bélbaktériumokat, mert ezek is elengedhetetlenül szükségesek, és a stressz is tönkreteszi. Pótolja a hiányzó vitaminokat, ásványi anyagokat, és külön a D-vitamint is. Pótolja az omega-3-at, mert úgysem eszünk annyi tengeri halat, és mozogjon rendszeresen. Ha ezt a néhány tanácsomat megfogadja, biztos vagyok benne, hogy önnek is minden napja ilyen mosolygósan kezdődik, és végződik is, függetlenül attól, hogy kint süt a nap vagy nem. Köszönöm.